Jaj, mit csinálsz? Meglököm? Na, ez mondjuk dúfa. Megy a háttér. Mozog a háttér, gyerekek. Szóval. Aha, láttál csak szóval, minden. Nagyon jó ez. Itt vagyunk a Margit szigeten. Ja. Olyan jó, hogy egyébben vagyis a háttér. Próbáld ki nálam. Szóval itt vagyunk a Margit szigeten. Sejtem az egyik játszottam és szóval. Ja, amúgy ez azért való, hogy... Ja, bocs. Nem ezen, nem fogok turgatni, de... Mindjárt kiesem. És hát tök jó amúgy lassítani így. Pedig videoblogod, mondj valamit a nézőknek. Nem tudom, hát nagyon rég jelentkeztem nektek. Jelentkezz egyet. Nem vagyok aktív videós, meg mit tudom én, és így... Csak így tudok összehozni, hogy mással el vagyok így a blogtaggal. Remélem elnézitek magát. Nem, megutálunk érte. Jó, fémet a gerincembe nézte. Én is. Na ez a... Dani, táncod. Várjál valami, hova lúgy ez a... A táska. Skrillex. Na, szóval... Szarics! Visszatérve a táncra, nekem nagyon tetszett. De nem volt túl jó. Eleje az egy perc halálunalmas volt. Ugye mondom én, igen. Az egy perc halál unalmas volt. Oh. Igen, nagyon szuper. És... Ugyanazokat a mozdulatokat ismételted. Igen, várjál, akkor átadom zsigányat. Na hát, nekem is tetszett a videó, mert nem tudom, minden zene is jó, mert tudok, hogy szeretem. Úgy az eleje az a 1 perc, 13 másodpercnél indult be a zene. Az így utána jó volt, mert így, viszont az sem, mert így a mozdulatokat így mindig ismételted, meg ez a szírkizúzás, meg... Lefoglalták a forgót, nézzétek meg! Ezért iszok! Nehogy vele folyt piába a bánat! Nem szabad piába folytani a bánatotokat nektek sem! Körülbelül egy hete voltunk moziba, az arénába. Ugye az ott van a keleti pályaudvarnál. És megnéztük a bosszú állókat, méghozzá 3D-be, bár az első sorra első sorba keveredtünk, ami nem túl jó, mert így kellett nézni az egész műsort. Nem egyébként nem volt olyan rossz, de már így a film felére bekancsultam, de komolyan, már korlátot is így láttam 3D-be. Hát szereplők ugye benne van, ugye Hulk is benne van, benne Thor vagy ki, Loki. Thor, Loki, Vasember. Vasember, ki van benne? Amerika kapitány. Amerika kapitány. Nagyon kár, hogy kihagyták belőle a többi Marvel szuperhőst, például Pókember. Nekem Pókember, speciál Pókember a kedvence. Miért nem volt benne Pókember? Vagy például Batman. Vagy Superman, tessék! Mondjuk Vasember, annak például jó volt a humora szerintem, nagyon jó volt a humora, tetszett. Ne villogtass már szemembe! Na, az alaptörténetet ezt mindenki vágja, van egy kibaszott Tesseract kocka, mindenféle köcsög ember átjön ott a felhők közül, meg nem tudom mi, és akkor már irányíthatatlanná válik, és akkor ezt kéne megoldani, meg megölni, meg mit tudom én mi, és akkor... Konkrétan arról szól, hogy visszaküldik ezeket az alieneket oda föl, aztán kész. Ennyi az alaptörténet, meg azt jól. Nekem kapásból, én mondjuk nem értettem, hogy honnan jött a Tesseract, ugye azt hiszem az Amerika kapitányából van, de azt a filmet nem láttam. Se a Thort nem láttam, lehet, hogy ezért sem tetszett nagyon ez a bosszú állós cucc. Azt sem tartottam nagyon jó néven, hogy a Thor, vagy Loki, vagy ki a franc, a gonosz. Az a Thor.
Loki. És akkor ki a Thor, a kalapácsos? Igen. Akkor a Loki, az a gonosz csávó, például halhatatlan volt, az nagyon tetszett az a rész, amikor Hulk fogta és így szóval így dobált össze-vissza, az jó. Bellata bonita! Bellata bonita! Akkor jöjjenek a bakik például. Hát Hulk 1000-szer kisebb volt ebben a filmben, mint az eredeti Hulkban. Átváltozott. Vagy például a gatyája. Maradjunk ebben a filmben, az valahol lila, azzal nincs baj, mert eredetleg lila, de valahol meg más színű volt a gatyája. Na, hát nagyjából a bakikról ennyi, biztos van még több is, de nem vagyok olyan túl nagy kritikus, nem vagyok Puzsér Robert. Kritikus. Na, hát röviden ennyit a filmről. Annyira nem tetszett egyébként. Jó volt, de nem tetszett ezek miatt a bakik miatt, meg ez a nem volt valóság alapja, például ez a felhőből kijönnek a szörnyek, amit Zsiga is mondott. Nem tetszett. Fúj! Na jó, hát köszönöm, hogy meghallgattátok a The Avengers-ről a véleményemet. Köszönj nélkül írj hát. Köszönjél szépen. Mondom, köszönj te, köszi!